Alszom, ugye? Micsoda valóságos álom? Ez azt jelenti, hogy most már repülni is tudok. Fú, kezdem úgy érezni, hogy ébren vagyok. Hogy veszíthetek? Ő határozottan csaló. Ez a játék elúszott. Mindenki bűnös, csak te nem. De igen. Micsoda? Találtam egy varázslámpát. Látsz mellettem egy kék embert és egy repülőszőnyeget? Találtál bizonyítékot a lányokról? Én nem ástam ki semmit. Mesteri hipnózis? Csak hasmenés. Hogy érted el, hogy a lányok a kedvedre tegyenek? Senkit sem vettem rá, csak megmutattam, hogy ki a főnök. Ugyan? Be kell kapcsolnod az alfa hímet. Nem működik? Nem, csak el kell kezdened magabiztosan, szemtelenül viselkedni, mint a korona lenne a fejeden. Hidd el, egyből működni fog. Király, ki kell próbálnom, köszi. Nos vagy, inkább bilincsek, gunyolódás és medálok? Mindig összekeverem. Köszi a segítséget, szia! Hát, remélem működni fog neki. Mindegy. Az óra lejárt. Megtudtuk, hogyan csaltál a kártyában, hogy nyerj. És már nem kell teljesítenünk a szeszélyeidet. Hoppá. Készen állsz? Mire? A bosszunkra. Megérte? Vagy nem? És azt mondta, ide nem mehetsz. Én meg azt mondtam, oda megyek, ahova akarok. Senki sem parancsol nekem. Klassz. És mi történt ezután? Büszkén mentem előre, és beborított a hó, amit a tetőről takarítottak. Megmutattad neki, tényleg megmutattad? Igen, megmutattad egy hóembert. És ahogy látom, téged is beborított a szemét. Hogy merészelsz így beszélni a királlyal? A falánkság királyával? Az üres hűtőszekrény uralkodójával? Kiegészítő császárral? Tudatlan, a műveletlen fattyak! Elnézést, hosszú életem során körülbelül 40 iskolát kellett befejeznem. Részvétem? Nem, én szeretek tanulni. Ne írj hozzám! Na! Én vagyok a királyotok, és tiszteletet követelek tőletek. Hadd találjam ki Snickers és egy zacskó chips. Nem és nem. Akkor mi lesz? Egy nagy Snickers és két zacskó chips. És mi van, ha nem akarunk királyt? Téged senki sem kérdezett. Akkor nem marad nekünk semmi, csak... Megegyezni és engedelmeskedni? Szervezzünk puccsot. Ez inkább egy szaltón volt. Pénz vagy életet! Miért vetküztetted le a hajléktalan vaszját? Kintél van! Meg fog fagyni. Nem vetküztettem le senki. Összetévesztetted a szekrényt a szemetessel? Egyébként kalóz vagyok. Nem úgy nézel ki, mint ő. És ki hasonlít rám? Hát, egy őrült. Nem, kalóz vagyok. És hol van a hajód, kalóz? Azt hiszem, tudom. Hol? A WC-ben. Aj. Itt nincs hajó!
Azért jöttél Don Corleonehoz, hogy helyreállítsam az igazságot? De tiszteletlenül kérdezed, nem ajánlott fel a barátságot. Még csak keresztapának sem hívsz. Rossz érzésem van. Van egy éhes emberünk. Mikor sikerült megenned az összes ételt a házban? Ez nem én voltam. Én sem. Akkor ki? Aki felpumpálta a saját lábát és előre rohant, hogy találkozzon a sorsával? Az ételetek most már az én kezemben van. Biztos vagy benne? Általában nem is marad sokáig a szádban. És most ki vagy te, az ételfelügyelő? Inkább egy próbababa. Én vagyok a keresztapa, Don Koszos Gerald. Ez tök mindegy! Hol van az étel? Csak akkor kapsz, ha kellő tiszteletet mutatsz nekem. Akkor is csak talán. Azt hiszed, hogy nem tudunk elmenni a boltba? Egy ajtó kell, nem egy hűtőszekrény. Mi történt? Nekem bőrkeményedésem van. Ja, még a kapuig sem jutottunk el. Nézd, kibeszél, beleestél egy hóviharba, aztán kitettünk onnan. Félelmetes, rossz. Egy varjúval harcoltam a kenyérért. Hazudik, ez egy veréb volt. És a madarak között szárazon kikapott ettől a törpétől. Akarsz enni? Igen. Tudjátok, mit kell tennetek. Hey, mi nem vagyunk ősemberek. A technológia kora, barátom. Csókolj távolról. Odakint. A moslék szerelmeseinek kongresszusa? Vagy megérkeztek malacka rokonai? Látom, már találkoztál a bandámmal. Ez egy csorda vaddisznó. Banda. Disznók. Banda. Ahogy akarod, el tudod távolítani őket, sétálni akarunk. Igen, de akarom-e? Szeretném, ha gyorsabban menne. Szívességet kérsz tőlem, de ezt minden tisztelet nélkül teszed. Túl sokat nézel maffia filmeket. Egyelőre csak egyet néztem meg. Tudod, itthon sem rossz. Vannak könyveink. Fúj, van internetünk, majd találunk valami elfoglaltságot. Mindenképpen. Megvesztegetsz minket? Úgy döntöttem, hogy emlékeztetlek, hogy valakinek ma tudományos kiállítása van, valakinek pedig kedvenc művészének koncertje. Teljesen elfelejtettem. Én is. Szerintem nincs szükségetek ezekre a jegyekre, mert neked is van valami érdekes itthon. Már hónapok óta várok erre a kiállításra. És van egy VIP jegyem, ami belépőt ad a színpadra. És ez csak egyszer történik. Nem ragaszkodom semmihez sem, hölgyeim. Hé, te csak zsarolsz. Nem. Tényleg? Talán csak egy kicsit.
Mivel szeretne a mi donunk szórakozni? Nem kéne abba hagynom a gyógyszerek szedését. És most megint halucinálok. Attól tartok, ez a valóság. Kérlek, mondd azt, hogy túl sokáig aludtam, és még április elseje van. Az okos emberek rájöttek, hogy kiérdemli meg, hogy a csúcson legyen, és vezesse őket. Hová vezetni őket? Van túraútvonal? Van, a hülyeséghez is a magas kalóriatartalmú ételekhez. Elfogadhatatlan, hogy így beszélj Donna. Csak tisztelettudóan. Vagy mi lesz? Megismered az éjséget. És a bandáját is. Mi az a banda? Morgolódók és nagyon mohók. A banda olyan, mint egy főnök. Meghívlak titeket, hogy csatlakozzatok közénk. Kizár dolog. Soha nem csatlakozunk hozzátok. Harcolni fogunk az ellen az egész... Nem is tudom, minek nevezzem ellen. Rendben. És megdöntünk téged, maffia hörcsög. Nem igaz? Vampír, mi ez? Egy jó üzlet. Áruló! Nézz rá, keresztapa, mindenkit megfélemlített vagy megvesztegetett. Nincs más választás. Nem tudok mit tenni. Halló, Stacy? Van egy ajánlatom számodra, amit nem utasíthatsz vissza. Barátaim, írjátok meg hozzászólásokban, hogy kitalálta ki, mire készülök. Ha tetszik a videó, iratkozzatok fel, hogy megtudjátok, mi következik. Itt az ideje, hogy visszatérjünk a nyájhoz. Na, gyerünk! Csit, a leckék folyamatban vannak, és az emberek alszanak. Rendben. Leírtad az összes okos gondolatomat? 50-50. Hogy van az? Vannak gondolatok, de nem okosak. Olyan fárasztó gondolkodni és beszélni. Vagy csak beszélni. Jól van, pihenhetsz. A ház elégedett veled. Itt az ideje, jól érezzem magam. Mi lehet érdekesebb, mint egy enciklopédia? Minden, abszolút minden. Ó, hölgyem, tudod, mit szeretek? A hülyeségeket és az evést. Itt van ő, egy tökéletes nő. Ez nekem van. Tudom. Ez a rovar zavar engem, hogy élvezzem az ajándékot. Majd én elintézem a húsgombócos tésztámat. Rossz! Öld meg a legyet gyorsan! Ahogy mondod, főnök! Ahhoz, hogy elkapd a legyet, úgy kell gondolkodnod, mint egy légy. A parancs teljesítve, főnök. Jó, hogy te vagy a mi probléma megoldónk. Én vagyok a probléma megoldó. Te vagy az okos. Így van, inkább én vagyok. Akkor ki vagyok én? Egy ló kabátban. Nincs is kabátom. Micsoda maffia dolgokat rendezel itt? Hogy merészelsz így beszélni velem? Úgy tűnik, hogy ez egy megégett pizza, elrontott kompót és száraz zsemle. Te elfelejtettél reggelizni? Úgy értette, nem vagy itt egy kicsit sem. Hát szerintem meg a te agyad is, ha már Messit választottad vezetőnek.
Nem sértheted meg a főnökünket! És ne kritizáld! És nem tiszteled! És nem etetni, csak rosszabbá teszed magad! Te mióta szolgálod ezt a zöldséget? Egyáltalán nem hallottál minket! Hagyd abba ezt az abszurditást! Visszatértem és újra én vagyok a főnök! Vedd le a madárijesztőt a trónról! Nekem már elegem van! Nos, várok! Minden várakozásom nem igazolódott be. Messi olyan jó és fontos lett számukra. Ez nem elég. Tönkreteszem a hírnevét. Gyerünk! Nem ismerem őt. Aha, bárcsak ne ismernéd. Mi? Azt mondom, kedves Don Messi, csinálhatok egy képet a méltóságos asztalnál. Ezt meg kell tenni. Ez mesés. Igen, tedd a lábad egy kicsit arrébb. Igen, igen, csak egy kicsit és... ne mozdulj. Játsz, játsz, jaj! Miért botlottál meg? Nem én voltam, hanem a lábad! Az enyém? Akkor az utazás is a tiéd. Akkor az enyém. Köszönöm, barátom! Most már átugorhatom a tornát! Komolyan? Két, nem engedi, hogy bárki hozzányúljon a szépség táskájához. El se tudom képzelni, milyen dühös lesz, amikor Messi összetöri. Don Messi, olyan jó, hogy jöttél. Még egy fotó? Nem, csak egy játékot akartam javasolni. Ó, imádom. Van egy cukorkás zacskom, amit fel kell pattintanod, és akkor az összes cukorka a tiéd. Ismerem a játékot. Elkezdheted. Szépségtáskám. Nem, ez egy zacskó cukorkákkal. Vagy nem. Úgy értem. A szépségtáskám tönkre ment. Mindjárt kezdődik. Végre. A szüleim vesznek nekem egy új szépségtáskát és kozmetikumokat. Mert azt mondták, ha még mindig használom a régiket, akkor nem költik rám a pénzt. De most meg kell tenniük, te vagy a legjobb. Viccesz velem! Hölgyeim, hogy tudtatok elárulni engem? Miért? Elmentél a Messi klubba. Először is zsarolással kezdődött. És disznókkal. És aztán csak tetszett nekünk. Mit lehet egyáltalán szeretni? Hé, én vagyok a keresztapa barátnője, mit nem szeretnék? És én kipróbálhatom a keverékeket egyidejűleg. Én lehetek a legokosabb. Hová lett a női szolidaritásotok? Velünk van, és együtt vagyunk a kívánságainkkal. Ennyire rossz volt a klubomban. Hát nem igazán. Olyankor voltunk, mint a bloggerek tudományos konferencián. Mi van? Hát nem illik bele. Lányok, gyertek vissza, mindent helyrehozok. Megkérdőjelezhető. Vad amazonok vagyunk, és össze kell tartanunk. De mikor lettünk amazonok? Megharapott minket valaki. Aha, arany őrült képzelete.
Ígérem, mostantól minden más lesz a klubomban. De hogy? Két! Te készítheted el az új egyenruhákat. Okoska, te leszel a stratégiánk. Pedig bárkin kipróbálhatja a keverékeit, kivéve minket. Oké, barátok vagyunk. Hurrá! Csak dobd el azt a botot, kérlek. És fésüld meg a hajad. Emlékszel, melyik az én szekrényem? Nem. És a tiéd? Nem. És hogy miért jöttünk ide? Na, támogathatnád a beszélgetést? Aha. Be kell csapnom Rossz, és egyedül kell beszélnem vele, hogy visszajöjjön. Nem is tudom, hogyan. Csodálatoska, becsapott engem. Bár csak senki sem tudná. Ez az én esélyem. Ez nem a mi szekrényünk. Aha, egy esély a bukásra. Tudom, kinyithatjuk az összes szekrényt, megnézhetjük, mi van benne, és felismerjük a miénket. Remek ötlet. Én megyek pihenni, te meg nyitogathatsz. Ez nem olyan egyszerű. Mumus lettél? Nem. Egy felmosó rongy? Nem. Akkor miért voltál a szekrényben? Hát az életemen gondolkodtam. A fordulaton? Nos, beszélni akarok hát veled. Mit már? Valami fontosat kell mondanom neked. Ó, valaki hív, válaszolnom kell. A hatalmad ideje lejárt, Don Hályos. Most már a mi klubunk lesz a legerősebb. És a legokosabb, ez nagyon fontos. Igen, a lányok barátságának ereje megtörhetetlen, és összetörünk téged. Mi folyik itt? Én nem értem, de közel állok hozzá. Ez egy forradalom. Váratlan fordulat. Szép, miért? Nem minden nap lesz barátodból valaki fontos, hogy ne tudnám támogatni őt. És a testvérem is. A hatalom elvette az eszed. A féltékenység beszél belőled. Miért? Mert az én Geraldom most már Don. És a te rosszad csak rossz. Szia! Nem vagyok féltékeny. Én is ugyanazt akarom. És mi van velünk? Bármikor átjöhetsz a mi maffia klubunkba. Tényleg? Úgy értem, ez soha nem fog megtörténni. Hová mentek? Arra a következtetésre, hogy Arany egy szörnyű vezető. Meg fogják érteni? Hát bármiben akkor boldogan segítünk. Srácok, írjátok meg kommentben, melyik vezető a jobb. Tegyetek egy lájkot, és igazi mafiózók lesztek. És írjátok meg kommentben, hogy maffia kezei hosszúak. És iratkozzatok fel, ne maradjatok le semmiről. Vigyázzatok, egy igazi csillag jött most közétek. Vegyétek fel a napszemüvegeiteket. Hé! Na így jobb. Talán nem kellett volna egy fél labort és egy teleszkópot is bepakolni.
nem volt semmi értelme. Nem Streber, Streber. Na tessék, így sokkal jobb. Mi van a fejemen? Haj. Nem valami olyan, aminek nem kéne rajtam lennie. Korona? Nagyon vicces. Ti mikor tanultatok meg papírrepülőt hajtogatni? Soha. Lehet, hogy egy... Így repül. Ez repülő lesz. Hát biztos nem a galambok dobták rám. Ja, azok már szoktak ledobni. Fúj! Ez egy levél. Pontosabban egy randi meghívó. Ó, érdekes. Jaj, de az ilyesmi személyes, nem szabad elolvasni. Nekünk nem, de nekem szabad. Miért? Mert én vagyok a meghívott. Ezt írja is benne? Igen. Az iskolában foglak várni, a világ legszebb és legaranyosabb lánya. És azt hiszed, ez neked szól? Ki másnak szólna? Lehet én vagyok a meghívott? Ugyan már, honnan? Úgy látom, valaki túl magasra szállt magától. Nincs annyira magasra, még a magas sarkúban sem. Srácok, írjátok le kommentben, ki az osztályotok Strébere, és ha sikerül 5 másodpercen belül feliratkoznotok és lájkolnotok, híresek lesztek. Nem írja rajta a nevem, kettőnk közül bárkinek lehet. Nem, nem lehet. Már kezdtem azt hinni, hogy egy tyúkol van itt, közben csak ti csipogtok megállás nélkül. Akartál volna tyúkolat látni? Nem kell már ezzel idegeskedned. És miért nem? Mert már elment a mérges kígyó. Találtunk egy levelet, amelyben valaki valamelyikünket randira hívta. Engem hívott randira, mert a fiúknak olyan lány kell, mint én. Milyen lányok a szeszélyes csibék? A híres dívák. A szépségünk és a hírnevünk megnyeri a szíveket. A vak bolondokét, ugye? Most az intelligencia menő. Minden okos tojás ezzel vigasztalja magát. Beszélő babák. Unalmas amőbák. Meglátjuk, milyen géniuszok vagytok a könyveitek nélkül. Általában rosszalkodni jó, de most valamiért nehezen megy. Mert ez a kettő nem mindennapi. Mindig is mondtam, hogy Ellen egy női imádkozó sáska. Szóval így tűnt el Dani és George. És Julcsi egy pók. Miért? Mert ahhoz, hogy ennyi könyvet olvas egy nap, 8 szem és 8 kéz kell. És ez még csak az első doboz. Hát össze akar minket törni? Pontosan. Hová tűnt az összes könyvem? Hol vannak a kártyáim és a telefonom? Elvesztettetek valamit? Ja, a te lelkiismeretedet. Add vissza a cuccainkat. Na mi, nem is vagy már olyan ügyes nélkülünk? Úgy tűnik, csak bérelték az IQ pontjaikat. Nektek meg majd új arcokat kell bérelnetek, mert a régieket meg kell majd javítatni. Hát ez is egy ötlet. Nem emlékszek, hogy a bohóc megharapott volna. Hová tűnt az a szép arcom? Ahol mindig is volt, csak a fantáziáidban. Ti tettétek ezt? Nem, így születtetek. Mi csak kiemeltük az arcotok szép vonalait, és kicseréltük a sminketeket valami kicsit teatrálisabbra. De most biztos mindenki el fog állulni tőletek. A félelemtől és a rémültségtől.
ezek a piszkos trükkök nem fognak megoldani semmit. Miért nem? Ki tudjuk deríteni, kinek jobb a humorérzéke? Egyezek kétel. Kell, hogy legyen másik megoldás. Megkérdezzük a közönséget. El tudjátok magyarázni, vagy hívjunk orvost? Hát, ha a falak adnak nektek tanácsot, az sok mindent elmagyaráz. A fiúkról beszélek. Hogy tudnának már segíteni? Egyedül is tudunk ilyen dolgokat csinálni és bajba kerülni. Nézzük meg, aki több bókot kap, az nyer. Ki kell mosnom a számot szappannal ez a mondat után, de jó ötletnek tartom. Még soha nem volt ilyen egyszerű megnyerni valamit. Nekünk, neked meg büszkén elfogadni a vesztességet. Adjak zsebkendőt majd a könnyeiteknek. Hagyd meg magadnak, biztos, hogy szükséged lesz rá. Fiúk, nem akartok valamit elmondani? Tetvek, azt nem tőlünk kaptátok. Ja, megszabadultunk már tőlük. Majdnem. Egy ötlet. Vagy nem. Tessék, itt a kész házi, lemásolhatjátok rólunk. És megcsináljuk a többi feladatot is. Wow, menő, ti vagytok a legjobbak. Lányok, szuperok vagytok, tényleg. Vessük be a nyerőkártyánkat. Lenyűgöztök. Istennők vagytok! Mit csináljunk most? Mindannyian ugyanannyi dicséretet kaptunk. A fiúknak semmi hasznuk, csak időpocsékolás. És pénz. És mindjárt jön az a szép fiú, és még mindig nem jöttünk rá, kit akart hívni. És miért komplikáljuk el ennyire? Hát általában te vagy az, aki megnehezíti a dolgokat. Ne szerénykedj az erényeiddel, Miss Probléma 2023. Oké, hagyjuk. Ellen mit akartál mondani? Miért nem megyünk mindannyian az a sármos fiú elé? Majd ő úgyis oda megy a választottjához. Na? Egyszerű és brilliáns. Látjátok, néha az agynak is van haszna. Nem néha, mindig. Beragadt az ajtó? Beragadt, beragadt. Mind ahogy az átverésetek beleragadt a szívünkbe. Csak kihasználtatok minket. Félreértitek az egészet. Gyülekeznétek a randira azzal a... Na már biztos kiguglíztatok valami jó. Hülyével. Igen. Nem, nem veletek fogunk randizni. De nem is mentek sehová. Igen. Hé, engedjetek ki minket! Semmi jogotok erre! Be vagyunk zárva. Csapdába estünk. A hazugság okéba. Aha, elcserélnétek minket, ki tudja, hogy kire. Még nem is jártatok sikerrel. Tönkretesztek mindent, mint mindig. Visszavonjuk az összes dicséretet. Nem a legjobbak vagytok, hanem a legrosszabbak. Hidegek vagytok, mint a jéghegy, aminek neki ment a Titanic. Nem lenyűgözök, hanem nyűgök. Nem istennők, hanem kecskék. Befejeztétek? Azt hiszem. Ja, igen. Az a fiú már biztosan itt van. Ki kell jutnunk minél gyorsabban. Azok nagyon dühösek. Tudod, hogy ez mit jelent? Ideje futni! Ha.
Valamilyen levél. Á, és mi van benne? Lehet egy ingyen hamburger kupon. Randi meghívó. Gyere négyre, legbátrabb, legszebb és legtrendi fiú. Várni foglak. Mi volt ez? A napunk második vesztesége. Tanulnunk kellene tőlük. Mit tanulni? Én magam sem értem. Srácok, írjátok meg kommentben, hogy kivel mennétek randizni. Ha összegyűjtünk 30 ezer lájkot, megmutatjuk nektek a világ legromantikusabb randiát. És iratkozzatok fel, különben lemaradtok róla. Vegyétek fel a napszemüvegeket, hogy ne vakuljatok meg. Jaj, ne. Nincs több mérges kígyó a világon. Én, mert a fiúknak ez tetszik. Lehet. Miért? Mert 8 szeme és 8 keze van. Olyan sok, mint a... Elrontottam. Mi van benne? Lehet, hogy egy kukon... Lehet, hogy egy...